A hármas számú idősek klubja április 16-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az önkormányzat részéről Révi Attila képviselő látogatta meg az időseket, ajándékcsomaggal köszöntve őket. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Képviselői minőségemben azt hiszem, hogy talán először vagyok itt önöknél. Bízom benne, hogy nem utoljára. Hoztam egy kis ajándékot is, amint látják. Ezzel a kis ajándékosárral próbálom önöknek feledhetetlenné tenni ezt a mai napot. És kívánom önöknek azt, hogy amilyen örömben és boldogságban telt az elmúlt 20 év, a következő 20 év is legalább ilyen örömben és boldogságban teljen, lejjék örömüket egymásban, illetve ebben a kis közösségben. Az alapításban nagy szerepe volt a 20 évvel ezelőtti városvezetésnek, az akkori polgármester Szegő János is meglátogatta a csoportot, hiszen az ő hadható segítségével tudott megalakulni és működni a kezdeti időszakban a klub. Akkor a városban rendkívül magas színvonalú volt a szociális ellátórendszer. Én büszke voltam arra, hogy Szolnok megyeközpontunkkal összevetve nem voltak előttünk. Rendkívüli sokan vették igénybe az étkeztetésünket, és szépen lépdeltünk a klubok számában is előre, hiszen azt mondja, hogy volt egy az Almási úton, van is, azután a Bacsó nyitottuk meg, aztán jött ez, és hál' Istennek az utódok is folytatták, mert a én lakóhelyem környezetén, a mostani Kertész úton is van egy idősebb klubja, tehát úgy gondolom, hogy most is megállja, hogyha összevetjük bármelyik környező, pláne ilyen nagyságú településsel, az ilyen jellegű ellátó rendszerünket, akkor nem kell szégyenkezni. A tagok verssel, emlékek felidézésével, tánccal ünnepelték a születésnapot. 20 éves a klubunk. 20 év, szép kerek évforduló. Nagyszerű érzés, jó együtt töltött idő. Ennyi év alatt egy gyermek felnőtté válik. Nálunk itt korán csörren a kulcs az árban, nyílik a kapu. Vár bennünket a második otthonunk. Az életem, a múltam jókora része, mintha nem is létezne. Elfelejtem, ha itt vagyok. Nem is gondolok rája. Klub sok mindent jelent számomra. Azt barátaim, klubtársaim majd később elmondják. Amikor itt vagyok, az idő gyorsan szalad. Az élet vihara sodort hozott ide. Köszönöm, hogy itt vagytok, sorstársaim vagytok. Köszönöm, hogy gondom, bajom veletek megoszthatom. Barátok közt vagyok, barátok pedig segítik egymást. Barátokká válunk, vagyunk, egymásnak sok mindent elmondunk. Hát nehéz, de Isten akaratából közülünk, kinek könnyebb, kinek nehezebb kereszt jutott. Ha van egészséged, már nem is számít sok dolog. Csak fogd a kezem, és legyünk barátok között. 20 évét éli a klub. Ha csak a napokat számoljuk, megöregedtünk. Bizony, jól esik. A rólunk gondoskodás, törődés, elfáradtunk. Remeg már a kéz, nehezebb a járás. Elmúltak a régi szenvedések, hát kinek hiányoznak a nézeteltérések? Csendben élünk, békében egymással. Kiismertük egymás minden rigojáját, rossz változás jöhet. Ha nem akarjuk, akkor is jön. Már nem számít itt semmi.
Mi együtt élünk, Isten akaratából, megnyugodva sorsunkban, az idő és a kor lassan csiszolt minket, mint a nyers gyémántból a drága követ. Összetartozunk, még élünk, ez biztosan tudom. Ha megbántjuk is egymást, nem haragszunk nagyon. Azt mondják, az élet kemény, nagyon érezzük. És a magány még ennél is rosszabb. Ó, mi tudjuk ezt, ami még hátra van, szépen éljük meg. Ezért luktás. Csak figyelj rám, légy ma itt, és holnap is. Sorstársam vagy. Egyrásra utalva élünk barátok között. Élünk. És ez a legfontosabb. Törődjünk egymással, amíg lehet. Amíg csak lehet, amíg ezt megtehetjük. Kedves barátaink, 20 éves évfordulóra én is írtam néhány más gondolatot is. 20 éves évfordulunk, egy jeles napon azt kívánom nektek, klubtársak. Teljesüljön minden kívánságtok, reménységtek, kedves, szép napon, szemetekben én sose lássak könnyet, utatokon, amerre jártok. Ezer virág borítja lábatok nyomát. Kívánom még ezen a szép napon, nagyon jól látok a fény, és legyetek nagyon boldog. Szerencse kísérje utatokat, gond, göröngye, s bánat sose hújjon rája. Adjon az ég mindent, mire szívetek vágyik, kedves barátok között, éljetek sokáig. 20 éves az idősek napközije. Én egy idős tag vagyok. Nem tartozom a megalakító tagok sorába, de több éve látogatom az intézményt. Férjem van, családom, unokáim, ezért még szükség van rám otthon. De ennek ellenére sokszor bejárok a klubba, nagyon jól érzem magam. Szinte egy családot alkotunk. Jól elszórakozunk. Nosztalgiázunk. A régi időkről, a munkahelyünkről, a unokáink szeretetéről. Sütünk, főzünk, és még egymástól el is tanuljuk, amit mink nem tudunk. Itt a klubban vannak időseknek való társas játékok, amiket szeretünk, mert szórakoztat bennünket. Kisebb ünnepségek, születésnapok, megemlékezéseket tartunk, amit a gondozók rendeznek számunkra. Nekünk nagyon jól érzés, ami valóban nagyon jól esik nekünk a gondozók felől. A gondozók nagy figyelemmel és szeretettel gondoskodnak rólunk. Van vérnyomásmérés, amikor csak igényeljük. Egyszerű orvosi előadás a betegségek enyhítésére vagy felismerésére. Ezt a gondozóktól halljuk. Ezért odaadással csak köszönettel tartozunk feléjük. A bejáró idős, egyedül élőknek napi friss melegétel biztosítva. Ezért nem utolsó sorban köszönettel tartozunk, mind azoknak, akik ezt az intézményt, a napközi otthont megvalósították részünkre. Kívánom, hogy nagyon sok együttlétet töltsünk el erőben, egészségben, együtt a kedves gondozókkal és a klubtagokkal együtt.